Megkezdődött a kampány, és a mai nap, ugye három ilyen kampány rendezvény volt, két nagyszülősi járásban, egy pedig itt a beregszászi járásban. És hát ugye ebben a nagy melegben azért tapasztaltuk azt, hogy az embereket érdekli a választások, érdeklik a helyi ügyek, és sikerült sok ilyen problémát megbeszélni. Mindenütt a helyzet hasonló, ez az országnak a pénztelensége, az utaknak a helyzete, a különböző felújításra váró épületek. Azonban az is mindenütt látszott, hogy az elmúlt 5 évben azért rendkívül sok eredményt sikerült elérni. Elsősorban a gazdaságfejlesztés terén több helyen is láttunk olyan eszközöket, vállalkozásokat, fúliaházakat, amelyek az EGÁNEDE program keretében valósultak meg, és valójában lehetőséget adnak az embereknek a megmaradáshoz. Illetve láttunk olyan épületeket, intézményeket, amelyek az elmúlt időszakban kerültek felújításra. Azt hiszem az emberek értik azt, hogy ezek a választások fontosak, és értik azt, hogy a kárpátaljai magyarság jövője attól is függ, hogy ezeken a választásokon milyen eredményeket fogunk elérni. Az emberekben az érdeklődés megvan, az emberekben megvan szerintem a szándék is, hogy ezeken a választásokon egy szép eredményt érjünk el. Ebben bízunk. Másrészt ugye most jött a hír, hogy politikai ellenfeleink épp olyan aljas eszközökhöz fognak folyamodni, amelyekhez tették korábban, tehát nem egy becsületes küzdelemben, hanem mindenfajta manipulációkkal kívánnak eredményt elérni. Ezt is ki kell védenünk. Ezért is az embereket figyelmeztetni kell arra, hogy ebben a helyzetben mi a teendő. Úgyhogy megtörtént ez a mai nap. Én remélem azt, hogy ez eredményes volt, és az emberek is majd a választásokon megfelelő módon fognak részt venni.